egymás után szépen sorban földbe kerülnek a kis tölgyfák. Ezen a 2 hektáros területen tavaly ősszel még 100-120 éves tölgyfák álltak. A tervezett erdőgazdálkodásnak köszönhetően most megújítják ezt az erdőrészt. Nem csak kocsányos tölgyeket telepítenek, hanem más fafajokat is, annak érdekében, hogy a természetnek leginkább megfelelő formában fejlődjön tovább az erdő. Sóstói erdőben 3-as funkciót követünk a munkákkal. Egyrészt ugye egy közjóléti parkerdő, mindenki nagyon szeret sétálni, kirándulni, futni, kocogni benne, ezért vannak közjóléti fejlesztések. Másrészt természetvédelmi szempontból igen értékes erdőállományok találhatók a Sóstói erdőben, homoki tölgyes erdőmaradványok vannak elég szép számban, nagy hektárszámmal, és ennek megfelelően elsősorban kocsányos tölgy a fafaj, amit ültetünk most a munkák során, de természetesen minden erdőben nem csak egy fafaj él, hanem elegyesen találhatók meg ezek az erdőterületek, elegyfákat is ültetünk. Vadkörtét, tatárjuhalt, vénicszilt, egy kis kőrűs is kerül, gyertyán, fafajok. Ezen a területen jól látszik, hogy hogyan változik az erdő. A tavaly ősszel kitermelt részben az erdészeti szokásoknak megfelelően hagytak néhány példányt azokból a 120 éves fákból, amelyek addig álltak itt. Most helyükre egyéves kis növendékek kerülnek. A mellette lévő területen 10 éves tölgyek nőnek, ott már a fák koronái összenőttek. A fejlesztés része az is, hogy a most beültetett területet kerítéssel veszik körül. Az erdőben élő állatoktól védik a kis fákat. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a kis csemeték, amiket most elültetünk, minél hamarabb növekedjenek, és hamarabb, minél hamarabb zárják a területet, tehát záródjanak. Sajnos elég sok ősz található a Sóstói erdőben, függetlenül attól, hogy sok a kiránduló, sok a járókelő, ez nem okoz olyan nagy zavarást nekik, hogy ne érezzék jól magukat, és egy ilyen kis erdőfelújításban, ahol kis csemeték vannak, nagyon nagy kárt tud okozni az ősz rágása. A mostani telepítés során 26 ezer őshonos kocsányos tölgy kerül földbe. Mellettük 3500 vadkörtét, 2500 tatárjuhart, 1700 gyertyánt, 1100 ezüsthást, 1000 szilfát ültetnek el. A telepítés költsége eléri a 4 millió forintot, amelyet az erdészet saját forrásból finanszíroz. A telepítés ideje alatt is használhatják a természetjárók és a futók a területet.